egy újabb videót fogunk kipróbálni. És azt fogjuk kipróbálni, hogy a CN3 chip mivel kompatibilis. Ugye a CN3 chipről, ha beszélünk, akkor az az ID46. Az alany, az pedig egy Citroen C5. Hát akkor lássuk, hogy akkor mire tudjuk átmásolni. Első körben szedünk egy kis sniffet, utána pedig CN3 chipre megnézzük, hogy ilyen gépek képesek magát a chipet leklónozni. Az autó ugye akkor adott. Kapcsolunk egy CN900-at. Megfordul egy cik. És akkor így csináld már felénk, légy cik. Van a kulcsunk. Nyomunk egy read. Oké. Kérünk tőle egy dekódolást. Ugye most kell majd akkor a sniffelés. Oké. Azt kéri, hogy tegyük a gyújtást. Ez egy kicsit módosított CN900, az antennája ki van vezetve. Első megvan. Mint látjátok, nem tudom. Második megvan. Harmadik megvan. Negyedik megvan. Ötödik megvan. Nem. Négy sniffig jutottunk. Próbáljuk. Öt. Megvan a hat sniff. Ugye most akkor nyomunk egy finish-t. Rakjuk be az originál kulcsot. Egy a dekódolás. Ha megvan az adat, akkor ezt kiírjuk egy hoppácska error. Akkor kezdjük előről, hogy legyen több sikeres. Ez tipikus probléma egyébként. Sima 79-36, szerintem ez magának a CN900-nak nem egy nagy ügy. Voltak azért már jobb kódolások is, több hibával, és mégis működtek. Kész is van, előkészültünk a másolásra, az autó az továbbra is működik. Mert ezt nem próbáltuk ki. Hát akkor indítsunk be. Ennyi. Később folytatjuk, most képet váltunk. Videó. Ja. Na. Keresünk de akkor egy chipet hozzá. Ugye elméletileg egy CN3. Szerzünk is egyet. Ez is akkor megvan. Akkor ezt berakjuk. És akkor átmásoljuk a chipet.
fail. Az hogy a faszba fail? Kész is van. Most ugye ezzel már indul akkor az autó. Ebből ki is léphetünk, és akkor ugye az volt, hogy a videó arról fog szólni, hogy a CN900-as chip, hogy ezt lehet-e másolni CN900-as chippel CN3-ra. Például X2-vel. Lássuk. Ugye ez a chip most akkor nincs lezárva. Bekapcsoljuk a masinát. Itt a kész chipünk. Bedugjuk. Kérünk tőle akkor egy olvasást. Igen. Nem vágom, de vágom. Ez a másolás. Nullok. Nem, hát annyira akkor nem vágom. Nullok. Ez az a citrón? Aha. Akkor esetleg hozzuk be a VVD-t, és nézzük meg azzal. Na, akkor visszaolvassuk, hogy mit csináltunk. Ennek nem kéne zárva lennie. Na, ez nincs zárva egyáltalán. Simán másolható. Megpróbáljuk a VVD-t. Na hát a VVD az rendesen olvasta is. Tehát a VVD-vel már megpróbálhatjuk átmásolni. Egy újra. Tehát akkor most egy CN3 chipet fog belerakni. És kérünk rá akkor egy klónozást. Right. Azt mondja, hogy megvan. Át tudta másolni. A mezei kollégának még lehet igaza is volt. A3FF2B. A3FF2B, valóban. Tehát akkor a VVD-i az tud a CN900-as CN3-as chipre másolni. Hihetetlen. Akkor nézzük még meg a KD-t. Azt, hogy ezt hogy fogjuk tudni kipróbálni így, hogy megy a telefon. A kamera. Nem tudom. Bár itt azt írja, hogy locked. Hát nem tudjuk kipróbálni. Most vagy kamerázok, vagy pedig... Na jó. Iratkozzatok fel a csatornámra. Köszi. Puszi.